Mihály Ló Podolják elnöki tanácsadó azzal vádolja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogy a háború, a gyilkosság és a pusztítás előmozdítója, miután az kijelentette, hogy fontolóra veszi az orosz sportolók részvételét a 2024-es Párizsi Olimpián. A NOB platformot kínál Oroszországnak a népírtás népszerűsítésére és további gyilkosságokra való bátorításra, írta Podolják a Twitteren. Vagyim Gutszájt, ukrajna sportminisztere a múlt héten figyelmeztetett, hogy az ország fontolóra veszi a 2024-es olimpia bolykotját, ha az orosz és fehéroros sportolók is részt vehetnek rajta. Kijelentései azután hangzottak el, hogy a NOB bejelentette, hogy folytatja a munkát egy olyan úton, amely lehetővé tenni az orosz és fehér orosz sportolók számára, hogy semlegesként versenyezzenek. Ezen kijelentéseket Ukrajna mellett számos ország is elítélte, többek között Nagy-Britannia és az Egyes államok is.